tudtuk kezdeni a mérkőzést, az nagyban befolyásolta a mérkőzés alakulását. Az első fél időben ugye 2-0-ra már tudtunk vezetni, a másik fél időre pedig úgy jöttünk ki, hogy na most akkor jó kell kezdeni. Gyorsan szereztünk még 2 gólt, 4-0 lett az állás, onnétól már 5-4-ezett a Debrecen, és abból voltak inkább helyzeteik. Szerintem nagyon jól játszottunk, egyik a legerősebb ellenfél ellen, akkor nagyon örülök, hogy ma nyerhetünk, mert tudtunk, hogy nagyon nehéz meccs lesz, de szerintem jól támadtunk, nem adtunk nekik sok kontra, és ez a első fél időben, amikor másik oldal volt 5 foltal, akkor tudtunk berúgni a első 2 gólt. És szerintem a második is jobban játszottunk, csak utolsó percek, amikor kell védekezni a négyes hotelén, akkor nem voltunk jó. De szerencsére a Levi is volt pár védés a óriási, és ez végre tudtunk nyerni. Akkor szerintem nagyjából nagyon játszottunk, és nagyon elegedett vagyok, mert az nagyon nehéz, amit csináltunk. Utolsó 10 nap voltak válogatottban, utána visszajönnek, már kell a tervezni, mit csináljuk a UEFA-ban, és nem tudunk sokat figyelni a bajnoki meccsre, de szerintem az óriási, amit csinálnak a játékosoknak.